évvel ezelőtt az előző első osztályomban tanítottam először Meissner módszerrel. Nagyon kedvező tapasztalatai voltak, és a szülői visszajelzések is egyértelműen azt igazolták, hogy a gyerekek könnyen és jól megtanultak olvasni, ezért mindenképpen ezzel a módszerrel szerettem volna ezt az első osztályomat is tanítani. Viszont valami a módszer nagyszerűsége mellett valami hiányzott. Valami olyan, ami érdekessé, magában ragadóvá tette volna ezt az olvasást, tanulást. És itt jött, mint a mesében, ez a zeneszőjeles módszer, amivel megismerkedtem. A mesefolyam, a visszatérő meseszereplők egyből magával ragadóak voltak, nagyon tetszett. A mozgásos továbbélést is rögtön magamévá tudtam tenni, hiszen a drámapedagógiát már régóta alkalmazom a tanításban. Viszont ott volt a zeneszőrej. Ezzel barátkoztam meg a legnehezebben. Úgy gondoltam, hogy ez számomra megvalósíthatatlan, hiszen soha nem voltam karmester, nem foglalkoztam zenével, zenei múltam nem volt, és úgy gondoltam, hogy ez számomra eléggé megvalósíthatatlan lesz. És ezt meg is osztottam Ágival és Tonóval, akik semmi negatív dolgot nem mondtak rá, azt mondták, hogy csináljam, ahogy gondolom. Aztán augusztusban összeültünk egy ilyen workshopra, egy ilyen találkozóra, ahol Ági és Tonó vezényletével együtt átélhettük az összes betűhez kapcsolódó zenezörej, az összes zörejkórus, megtapasztalhattuk, hogy milyen jó ebben részt venni. És ott megmozdult bennem valami. Annyira jó volt ebben közreműködni, ebben benne élni, hogy úgy gondoltam, hogy mégiscsak megpróbálom. És én úgy gondolom, hogy aránylag sikeres volt. A gyerekek nagyon szeretik. Ez a legszebb pillanatunk, amikor kinyitom a nagy meséskönyvet, és elolvasom a legújabb történetet. A gyerekek együtt élnek, együtt lélegeznek a történettel. Nagyon sokszor, mint ahogy Diánál is látok, nem is kell megszólalni, hogy na most te tapsolj, te zörög, te milyen hangot hozzál létre. Ők együtt lélegezve, együtt alkotják meg ezeket a hangokat. Tehát nekem, mint karmesternek nem kell olyan szinten belefolynom a mesék megvalósításába. Tényleg ezek a legszebb napjaink, amikor egy-egy új meseszereplő érkezik hozzánk. Nagyon sok érdeklődő gyerek már megnézi előző nap, hogy milyen betű következik, az A, a T vagy a K, teljesen minden. De egy valami megmarad, az izgalom, hogy ki lesz kint az ajtó előtt, ki hozza a hangot, milyen mesét, milyen történetet fogunk megalkotni, milyen őrületet fogunk létrehozni ezen az órán. És ez azért volt az őrület, mert ebben ők kiélhetik, kiátszhatják magukat, megszabadulnak a félelmeiktől, megszabadulnak a gátlásaiktól. Ebben nem lehet hibázni, ebben nem lehet rosszat csinálni, ebben csak jónak lehet lenni. Ez úgy, ahogy van, ez így jó. Köszönöm.